Az általános rendezvénytilalom miatt az ünnepi koncertek is elmaradnak a Fonyódi Művelődési Házban, azonban egy kezdeményezésnek hála nem maradt senki karácsonyi dallamok nélkül. Az idei ünnepi koncerteket a Művelődési Házban sajnos nem tudták megtartani az alapfokú művészeti iskola tanárai és diákjai, de mégis megnézheti ezt valahol az érdeklődő közönség, hogyan és miképpen. Hát a történet nagyon hosszúra nyúlik vissza, tulajdonképpen március 16-án kezdődött a mi ilyen furcsa életünk, hogy a többi oktatási intézményhez hasonlóan a zeneiskoláknak is át kellett állniuk az online oktatásra. Ez már a tavaszi időszakban is azt jelentette, hogy minden rendezvényünk, koncertek, az évvégi vizsgahangversenyek, a tavaszköszöntő koncertünk elmaradt. Hál' Istennek szeptembertől normál munkarendben tanítunk, de rendezvényeket nem lehet most sem szervezni. Ez 9 hónap, ami nagyon hosszú idő a mi életünkben, főleg, hogy nekünk a munkánk alapvető része az, hogy hangversenyek vannak, hiszen ez a lenyomata a gyerekek és a mi közös munkánknak. Ráadásul nyilván a szülő is nagyon szereti hallgatni és nyomon követni, hogy hol tart fejlődésben a gyermeke. Ezért döntöttünk úgy, hogy valamilyen módon megpróbáljuk ezt pótolni, és így került sor a Fonyód Médiával közösen egyeztetve arra, hogy szinte minden gyermekünk, aki nincs karanténban, aki nem beteg, és aki vállalja a fellépést, online koncert formájában bemutatkozhat. Mely tanszékek és hány gyermek vesz részt ezen a rendezvényen? Minden tanszakunk részt vesz rajta. Van 2 zongoratanszakunk, egy furulya fuvola tanszak, egy részfúvós tanszak, vannak ütőseink és vannak gitárosaink. Hát körülbelül egy olyan 80 gyermek vesz ezen részt, a legkisebbektől a legnagyobbakig. És hát akkor már úgy gondoltuk, hogy mi tanárok se maradjunk ki ebből, hiszen az adventi hangversenyeink már hagyománnyá váltak a városban. Most ez is online módon fog megvalósulni. Ott is minden kollégánk részt vesz ebben, és hát remélem, hogy ha nem is ér el talán annyira a nézők, hallgatók szívéhez, de valamit tudunk közvetíteni abból a szeretetből, ahogy mi készülünk erre a műsorra. Kicsit visszautalva a tavaszi helyzetre, ugye ott bejött az online oktatás, mint olyan, és gondolom, hogy ennek vannak nehézségei is. Hogyan sikerült áthidalni ezeket a nehézségeket? Az első érzés a rémületé volt részünkről, hogy hogy lehet egyáltalán hangszert online oktatni. Aztán pár nap alatt magunkra találtunk, és berendezkedtünk úgy, hogy mindenki otthonról tanított, tulajdonképpen egy ilyen munkaszobát kialakítva a lakásában a hangszerével együtt, és a gyerekek pedig mindenki otthon leült a telefonja vagy laptopja elé, és ilyen módon minden egyes órát videóoktatás formájában meg tudtunk tartani. Nem volt egyszerű a történet, főleg a kicsiknél. Ott egyértelműen szülői segítségre volt szükségünk, és ezt meg is kaptuk. Nem volt egyszerű a szülők helyzete sem abban a karanténos világban biztosítani azt, hogy ott üljön időben a kisgyerek, a technikai hátteret biztosítani. De olyan klasszul és flottul működött minden, hogy tényleg így utólag is nagyon hálásak vagyunk a szülőknek, és köszönet, hogy ennyire támogatták a munkánkat. Még évvégi vizsga hangversenyre is sor tudtunk így keríteni. A gyerekek felvették és elküldték nekünk. Tulajdonképpen ilyen kis videóklippeket gyártottak, feliratozva, volt, aki kiment a Balatonpartra a felvétel elkészítésekor. Tehát tényleg annyira szívbe markolóan kedves és aranyos gesztus volt ez tőlük, hogy annak ellenére, hogy a hangminőség borzasztó rossz volt, és az ember ösztönösen kapkodott a képernyő felé, hogy igazítson a gyereknek a kezén, itt azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jól sikerült, bár hozzáteszem, hogy azért a személyes találkozást az semmi nem tudja pótolni, úgyhogy reméljük, hogy bármennyire is
jól volt ez így, és túléltük, de nem, többet nem kerül rá sor. A Fonyód Média oldaláról miért volt fontos, hogy csatlakozzanak ehhez a műsorhoz? Nekünk is egy nagyon különleges év az idei, hiszen a pandémia miatt általában a koronavírus járvánnyal foglalkozunk, de próbálunk nem csak azzal. És számunkra is fontos volt már tavasszal is, hogy más témákat is a nézőinkhez el tudjunk juttatni, és rendezvények pedig nem lehettek. Így jött az ötlet már tavasszal is, a költészet napján például verset szavalva sugároztunk a nézőinknek, vagy például anyák napján online gyermekek által rögzített verseket, mondókákat juttattunk el a nézőinkhez, és ezt most is folytattuk, hiszen a Mikulás üzenetét elhoztuk, advent kapcsán világi és egyházi üzeneteket sugároztunk, és szerettük volna, hogyha nem mehetünk rendezvényre, akkor a rendezvényt online vigyük el a lakásokba, a fonyódiakhoz, és ki más tudna igazán üzenni a fonyódiaknak, mint a gyermekek, ráadásul zenével, és innen jött az ötlet, hogy ezt az advent, illetve ünnepi koncertet ebben a formában valósítsuk meg. A koncerteket hamarosan megtekinthetik a Fonyód TV műsorán, valamint a Fonyód Média Facebook oldalán és YouTube csatornáján is.